Köszöntöm Önöket! Biztonságban a vasúton? Felkészültek a tűzoltók? Életmentő készülékek, nem csak a mentősöknél. Címszavakban ezekkel vártuk ma Önöket, tartsanak velünk! Az idén is folytatta baleset megelőzési kampányát a MÁV. Nagykanizsán két napon át az utasbiztonságra, valamint a közlekedés biztonságra hívták fel a figyelmet. A vasút veszélyes üzem, légy partnerünk a biztonságban. Az utasbiztonsági kampány keretében a Nagykanizsai vasút állomáson találkozhattak az utazók a MÁV szakembereivel. Felnőtt és gyermektotó kitöltésével, szórólapokkal és beszélgetésekkel hívták fel a figyelmet a biztonságos közlekedésre és a baleset megelőzésre. 2015-ben kezdtük el ezt a kampánysorozatot, és most már hagyományosan minden évben tartunk több helyszínen a nyár folyamán kampányokat. Nagykanizsa miért is került be a kampányba, és mi a kampány célja? Nagykanizsa azért került be a kampányba, mert itt az utazó közönség kapcsolódik a dél-balatoni vonalhoz, ahol azért nyáron nagy az utasforgalom és több baleset fordul elő. A kampány célja pedig az, hogy az utazó közönség figyelmét felhívjuk arra, hogy kis odafigyeléssel elkerülhetők a balesetek. Ugye azért, hogyha baleset történik, akkor ez egy vonatbalesetnél elég súlyos is lehet. Mik azok a kis odafigyelések, amelyekkel ez elkerülhetőek? Az a vonatra való fel- és leszállásnál nagyon kell figyelni, mozgó vonatra sem fel, sem le nem lehet szállni. Az elsodrási határon kívül közlekedjünk az állomásokon, ahol útátjáró van, ott az útátjáró, az aluljárón keresztül közelítsük meg a peronokat, és hogy a sínre ne lépjünk, ez is nagyon fontos. Elég bosszúságot okozhat, hogyha a vonaton belül ér minket, úgymond a biztonságunk ellen kísérelem, itt a lopásokra gondolok. Igen, szerencsére a mi területünkön nem jellemzőek a lopások, de arra mindenképpen figyeljünk, hogy ha elalszunk a vonaton, akkor úgy helyezzük el a csomagunkat, hogy észrevétlenül ne tudják elvinni, telefonunkat, pénztárcánkat olyan helyre tegyük, hogy ne férjenek hozzá. Említette, hogy a mi területünkön nem jellemző a lopás, mennyire jellemzőek a balesetek? Hát sajnos igazából az útátjárós balesetek a jellemzőek, szerencsére azért olyan sok nem fordul elő. A tavaly évben 21 olyan baleset történt a mi területünkön, ami az utazás során fordult elő. Lehet-e kategorizálni, hogy a fiatalabbak, az idősebbek azok, akik figyelmetlenek, vagy egyáltalán, hogy mely korosztály, aki nem tartja úgymond be a biztonsági szabályokat? Hát úgy gondolom, hogy talán az idősebbek sérülékenyebbek a leszálláskor, a botláskor, tehát a peronon is könnyebben megbotlanak, a fiatalok pedig a fülhallgatóval közlekedésnél felejtik el, hogy hol közlekednek, tehát ők már máshogy sérülhetnek. Ez már a Csengeri utcai vasúti átjáró, ahol a MÁV szakemberei a rendőrséggel közösen tartottak ellenőrzéseket. 2017-ben, mint 2010-től már folyamatosan az ILCAD nemzetközi kampány keretében kerül megrendezésre. Hát a célja az, hogy felhívjuk a figyelmet a vasúti átjárókon történő biztonságos közlekedésre. Rendőrséggel közösen, együttműködve az utátjárókba vasútbiztonság emberei, illetve a rendőrség szakemberei megállítják az autósokat, és hát felhívjuk a figyelmet a biztonságos közlekedésre. Miért is van erre szükség? Hát legfőképpen azért, hogy mindenki testi épségére ugye vigyázzunk, illetve hát vigyázzon, illetve hát azért, mert az elmúlt időszakban jelentősen megnövekedtek a vasúti átjáróban bekövetkezett személyes sérüléssel járó balesetek. 2016-os évben a pécsi területen 13 esetben történt utátjárós baleset, ebből 3 esetben halálos kimenetelű volt. Ebben az évben 5 esetben történt már baleset, abból hát egy halálos kimenetelű volt, a többi az pedig ugye könnyű, illetve súlyos sérüléssel végződött. Mi a leggyakoribb probléma? Hát a leggyakoribb problémát mi abban látjuk, hogy az autósok figyelmetlenek, nem veszik figyelembe a vasúti átjárót jelző fényjelző készüléknek a piros jelzését, és sietnek. Tehát nincs arra idejük, hogy egy-két percre, amíg a vonat áthalad ezen az átjáron, megálljanak. Hát elsősorban erre vezetjük vissza a bekövetkezett eseményeket. Mik azok az alapvető szabályok, amit mindenkinek be kell tartani? Hát először is azt, hogy ugye a vasút az egy veszélyes üzem,
és ezért minden egyes vasúti átjáró megközelítést azt körültekintően kell végezni, még akkor is, hogyha a fénysorompó készülék fehéren villog. Tehát a KRESZ szabályokat, ami a megközelítésre, illetve hogy a körültekintésre vonatkozik, azt mindenkinek be kellene tartani. És hát ha meggyőződtünk, hogy a vonat nem közlekedik, akkor pedig hát ütemesen, illetve ugye nem megállva át kellene haladni ezen az átjárón. Vannak olyan területek, ahol kifejezetten problémásak a vasúti átjárók? Hát szerencsére azt lehet mondani, hogy itt a pécsi területen, tehát így kimondottan nevesítve átjárót nem lehet mondani. Ugye országos szinten azért más a helyzet. Ugye elsősorban ugye a nagyobb vonatforgalmú helyeken azért ugye sűrűbben tehát történnek ilyen események. Talán ami utóbbi időben elszaporodott és nem lehet helyhez kötni, az, hogy ugyanerre a tilos jelzés figyelembevételére, vagy nem figyelembevételére vezethető vissza, hogy nagyon sok sorompó csapóruttörés történt az elmúlt időszakban. Ugye erről is kell egy kicsit beszélnünk, hogy régebben ugye arról is szóltak a híradások, hogy különböző alkatrészeket eltávolítottak a fénysorompókból. Igen, hát szerencsére azt kell, hogy mondjam, hogy ezek az eltulajdonítások, ezek megszűntek. Hát köszönhető nagyban a jelentős jogszabályi változásnak, ami ugye szigorította a fémalkatrészeknek az értékesítésével összefüggő ugye szankcionálást, és ezért azt lehet mondani, hogy az eltulajdonítások azok nagyon visszaszorultak, de hát sajnos az ilyen figyelmetlenségből bekövetkezett rongálások azok pedig előtérbe kerültek, illetve hát ezek az események jellemzik a bekövetkezett rongálásoknak ugye a nagy számát. Országosan mintegy 50 helyszínen ellenőrizték a vasúti átjárókat. A tapasztalatok szerint a gépjárművezetők egy része nincs tisztában azzal, hogy hogyan kell a vasúti átjárót fokozott óvatossággal megközelíteni. Az ellenőrzések alkalmával a közlekedésrendészek számos autóst bírságoltak meg súlyos szabálysértés miatt. 96 gyakorlat. A nagykanizsai hivatásos tűzoltók többek között ezeken készülnek fel az éles bevetésekre. A lánglovagok felkészültségét, tudását úgynevezett parancsnoki gyakorlatok alkalmával is ellenőrzik az elöljárók. Nemrég tűzoltó autók lepték el a könyvtár környékét, hiszen tűz ütött ki a harmadik emeleten. Tűz ütött ki az épület harmadik emeletén, az előadóterem mögötti raktárba. Próbáltuk poroltóvá oltani, nem sikerült. Az épületből az érütés megtörtént, tudjuk, hogy mindenki kiment, és kérünk segítséget a tűzoltásban. Azért mutassa meg nekünk, legyen szíves az áramtalanítási lehetőséget, meg a gáz elzárást. Urak, osztó helye az ajtó előtt! A Nagykanizsai Hivatásos Tűzoltóság éves gyakorlata tervének megfelelően a mai napon parancsnoki ellenőrző gyakorlatot hajtottunk végre. Az alapszituáció szerint Nagykanizsán a Halis István Városi Könyvtár harmadik emeletén a konferencia terem mögötti zsúfolt raktárban tűz keletkezett, és ezt a szituációt kellett a Nagykanizsai Hivatásos Tűzoltóknak megoldani. Alapvetően a parancsnoki ellenőrző gyakorlaton azt ellenőrizzük, hogy a felkészítő gyakorlatokon, ami ebben az évben a Nagykanizsai Hivatásos Tűzoltóságnál 96 darab van, tehát a felkészítő gyakorlatokon hogy sajátítják el azokat a taktikákat, mozdulatokat, minden olyan tevékenységet, ami a tűzoltáshoz, műszaki mentéshez fontos, és a mai napon az ellenőrző gyakorlat keretén belül ezt a tevékenységet ellenőrizzük. 96 gyakorlat, ez nagyon magas szám. Milyen intézményekbe, épületeknél, helyszíneken kerül sor erre a 96 gyakorlatra az év folyamán? Próbálunk minden olyan üzembe, állami intézményekben, színházakba, bevásárlócsarnokokba elmenni, ami tűzoltás taktikailag vagy műszaki mentés alapján kicsit bonyolultabb, vagy nagyon bonyolultabb. Nagy helyiségek, bonyolult épületek vannak. A mai napon például
a Halis István Városi Könyvtárban egy nagyon bonyolult épülettel találkoztak a tűzoltók, ami azt jelenti, hogy rengeteg raktár van, rengeteg éghető anyag van, és az épületnek az alaprajza labirintusszerű. És itt a megközelítési útvonalak a rendkívül fontosak, erre külön ki is hangsúlyoznám, tehát az épületek melletti tűzoltási területekre nem szabad a civileknek állni, csak a tűzoltóautók használhatják ezt tűz esetén. A könyvtárnak a tagoltsága és az épület szerkezete rendkívül bonyolult, mint már mondtam, labirintusszerű. Itt nagyon könnyen eltévennek azok a személyek, akik még nem voltak, ezért rendkívül fontosak ezek a helyismereti, illetve szituációs gyakorlatok. Ezeken a gyakorlatokon keretén belül a tűzoltók körbejárják ezeket az intézményeket, mint a külső, mind a belső adottságaikat megismerik. Azt tanulják és azt vizsgálják a kollégák, hogy hol vannak a közművek elzárási lehetőségei, az épületeket hol lehet megközelíteni, merre vannak a menekülési útvonalak, és minden olyan eseményt, vagy minden olyan technológiát megismernek, ami számunkra tűzoltás taktikailag fontos. Ennél az esetnél egy személyi sérülés is történt a gyakorlat során. Igen, ez a gyakorlat tervnek a része volt. Alapvetően minden tűzesetnek, minden műszaki mentésnek van egy tűzoltás vezetője, illetve a műszaki mentésnél egy kárhelyparancsnoka. Az ő felelőssége az egész tűzoltás a vonulástól kezdve a beérkezésig. Ebben a szituációban az az egy személy megsérült, ezért őt helyettesíteni kellett, és ilyenkor úgymond a szolgálatnak a rajparancsnoka veszi át a tűzoltás vezetését, és ő fogja levezényelni az egészet. Életmentő készülékkel gazdagodott nemrég a Zsigmondi iskola. Egy megyei felmérésből kiderül, hogy mintegy 100 defibrillátor van megyeszerte önkormányzatoknál, intézményeknél, amelyekkel bármikor segítség nyújtható. Ez egy defibrillátor, ami életmentő eszköz, de nem helyettesíti az újraélesztést. A használata nagyon egyszerű. Egy elektromos eszköz, az akkumulátor és a elektróda, amin keresztül az áram az embernek a testébe jut, fontos alkatrészei. Ezt a használat előtt ellenőrizni kell, illetve össze kell szerelni. Amint egy 1 millió forint értékű fél automata készüléket az intézmény tornacsarnokában székelő Izzó Ese Kézilabda Egyesület nyerte. A megyei szövetség úgy döntött, hogy a megyében lévő kézilabda egyesületek tornatermei sportcsarnokaiban életmentő készüléket helyeznek el, és egy pályázatot írt a országos szövetségnek, mely támogatta, és innétől kezdve a megyében 6 életmentő készüléket helyeztek ki, köztük Nagykanizsán, a Nagykanizsai Izzóese egyik fellegvára ez a sportcsarnok, vagy tornaterem, és mai nap átadásra került egy defibrillátor. Miért is fontos ez?
Hát azért fontos, mert most lehet látni azt, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok olyan probléma volt a gyerekeknél, felnőtteknél, hogy életmentő készülékek kellettek, hogy a közelben legyen. Van még egy másik előnye ennek a dolognak, hogy nem csak a mi edzéseinken használják majd ezt, hanem az iskolába is, akik tulajdonképpen napközben itt vannak. Azért örülünk különösen annak, hogy ez itt van nálunk az iskolába, mert így lehetőséget látunk, vagy lehetőséget kaptunk arra, hogy ne csak a mérkőzések kapcsán tudjunk erről beszélni, hanem minden itt sportoló gyerek, minden idejáró tanulónak meg tudjuk mutatni, hogy ettől a készüléktől nem kell megijedni, ez a készülék milyen lehetőségeket tud, és az egészségügyben járatos szakoktató kolléganőnk erre meg is fogja tanítani a diákjainkat. Ez azt jelenti, hogy akkor igazság szerint az újraélesztést tanulhatják meg. Én azt hiszem, hogy egy kicsit többet talán, mint az újraélesztést, mert azt az újraélesztésnek van egy olyan funkciója is, amikor tudni kell előtte azt, hogy mikor lehet elkezdeni ezt az újraélesztést. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy tudja az a felnőtt diák, hogy mikor nyúljon ezért az eszközért, mikor kell a mentőt hívni, hogyan kell, milyen sorrendben, és ez az az információ, amiben azt gondolom, hogy hiány szenvednek a fiatalok. Hívjon segítséget! Az utasítások szerint helyezze fel az elektródákat. Távolítsa el a ruházatot a páciens mellkasáról. A defibrillátor életet menthet, és ezzel biztonságosabb lett az intézmény. Ugyanúgy, mint számos más szervezet Zalában. A megyei mentőszervezet nemrég felhívást tett közzé, melynek célja a készülékek összeírása volt. Ezeket az eszközöket, melyek nem a mi birtokunkban, nem az országos mentőszolgálat birtokában vannak, hanem akár cégeknek, közintézményeknek, orvosi rendelőknek a birtokában vannak ezek a félautomata defibrillátorok. Ezekről legyen egy kvázi térképünk, hogyha bejelentés érkezik akár egy távolabbi faluból, vagy egy eldugottabb helyről, mert ugye itt a városban a kiérkezési idők adott esetben nem olyan nagyok, illetve hogyha esetrohamkocsit nem mindig tudunk küldeni, de mentőgépkocsit azt nagyjából mindig, azokban van ilyen félautomata defibrillátor, de adott esetben egy eldugottabb településen, ahova nehezebben tud kiérni a mentő, illetve több a kiérkezési idő, akkor hogyha ott a laikusok tudják használni ezt a félautomata defibrillátort, azzal rengeteg időt nyerhetnek, illetve rengeteget tudnak már segíteni a mentő kiérkezése előtt, és így a sokat hangsúlyozott újraélesztési, túlélési láncba nagyon hatékonyan és nagyon effektíven tudnak bekapcsolódni. Mit lehet elmondani a felmérésről? A felmérés nagyon sikeres volt, és én innen is köszönöm mindazoknak a cégeknek, és mindazoknak a vállalkozásoknak, orvosi rendelőknek, akik jelezték, illetve nagyon-nagyon köszönöm az ANTS megyei szervezetének is, akik az ő listájukat, amik rendelkezésükre álltak, azt rendelkezésünkre bocsátották, melyet mi azzal a pár darabbal kiegészítve, amik ebben a listában nem voltak benne, azokkal ki tudtuk egészíteni, és így egy még teljesebb listát kaptunk, azonban korán sem teljes, én azt gondolom, még így sem a listánk, tehát még mindig vannak olyan félautomata készülékek, félautomata defibrillátorok, amelyek nem szerepelnek ebben a listában, ezért továbbra is kérem azokat, akik eddig még nem tették meg, hogy jelezzék felénk, jelezzék az Országos Mentőszolgálat Zala megyei szervezete felé azt, hogyha van ilyen a birtokukba, mert ezt a listát mi folyamatosan frissítjük és folyamatosan bővítjük a még hatékonyabb életmentés érdekében. Zala megyében mennyi ezeknek a száma, illetve hogy ténylegesen használják-e úgymond az emberek, tehát hozzá mernek-e nyúlni? A száma az egészen szép, tehát több mint 100 ilyen készülék van, ami nem az Országos Mentőszolgálat birtokában van. A használattáról azért kicsit finomabban nyilatkozik az ember, illetve nem vagyok abban biztos, hogy ezt mindig megfelelően tudják használni. Mi az Zala megyei mentőszervezet részéről nagyon szívesen megyünk el bárhova, és nagyon szívesen vagyunk partnerek abban, hogy akár elsősegélynyújtó tanfolyamoknak a szervezésével ezeknek a defibrillátoroknak a használatát is tudjuk egy kicsit gyakorolni, egy kicsit megismertetni az emberekkel. Igazából ezek a készülékek laikusok számára készültek, tehát ezek a készülékek mindenben segítenek, akár rajzok, akár a készülék hangjának az elmondása alapján, tehát ettől nem kell félni, ezzel bajt nem tudnak csinálni, ez a készülék analizálja a ritmust, tehát hogyha nem javasolt a sok, illetve hogyha nem olyan a ritmusa a betegnek, akkor nem fog sokkot leadni, tehát igazándiból csak a biztonsági előírásokra kell odafigyelni, és bajt nem tudunk vele okozni, de még egyszer hangsúlyozom, hogy ha elsősegélynyújtás oktatásáról van szó, akkor mi partnerek vagyunk bármilyen együttműködésben.
Folytassa. 2 milliárd forint hadisírok felújítására. Folytatódik a pályázat. A Zrínyi Katonai Filmstúdió összeállítását látják. Az első világháború 4 éve alatt több mint 600 ezer a Magyar Királyság területéről bevonultatott katona vesztette életét a harcokban. Az időszak geopolitikai helyzete miatt többségük sírja a mai Magyarország területén kívül található. Számos síremlék van azonban határainkon belül is. Ezek felújítását rendelte el a magyar kormány tavaly év végén. A munkára 2 milliárd forint pályázható költségvetési forrás biztosítottak, a pályázat lebonyolítására pedig a 6 történeti intézet és múzeumot kérték fel. Az intézmény tevékenységi körébe 2016. szeptemberében került vissza a hadisírgondozás. A szakemberek azóta folyamatosan járják az egykori frontvonalak területén kialakított temetőket, hogy felmérjék a hadisírok számát és állapotát. A hadműveletek jellegében fakadóan, hogy először Szerbia ellen vonul fel a monarchia, tehát Szerbia irányába vannak hadisírjaink a mai szerb területeken, illetve utána indultak meg hadműveletek az oroszok ellen, és így a mai Galícia, Lengyelország, illetve mai Ukrajna területén van nagyon sok első világháborús osztrák-magyar hadisír. A háború, ahogy folytatódott 1915-ben, az olasz front is megnyílott. Az olasz front azt jelentette, mai szemmel nézve, hogy Szlovénia és Olaszország területe elsősorban. A haditengerészetünk tevékenység miatt a mai Horvátország területén is vannak elszórtan sírjaink, illetve hát azokban a városokban, nagyvárosokban, ahol voltak katonakórházak, ott a kórházakban elhaltaknak szintén a temetői megtalálhatók. A hadisírgondozó szakemberek tevékenységi körébe természetesen nem csak a külföldi, hanem az ország határain belül lévő sírok felmérése is beletartozik. Bár a sírok pontos száma jelenleg még nem ismert, azt jól tudjuk, hogy nem csak magyarok, hanem a velünk szövetséges nemzetek, azaz a németek és a törökök, és az egykori ellenséges államok katonái, például oroszok, olaszok, románok és szerbek is nyugszanak magyar földben. Többségük hadifogolytáborokban vagy a harcokban szerzett sebesülése következtében katonakórházakban hunyt el. Ezen sírok felújítását célozta meg a magyar kormány által kiírt pályázat, amelynek első üteme idén december 31-én zárul. Eddig több mint 250 pályázat érkezett be az elbírálást végző 6 történeti intézet és múzeum centenáriumi pályázati igazgatóságára. Ezek között a pályázatok között már örömmel mondhatjuk, hogy vannak olyanok, amelyek támogatást is nyertek. Több mint 900 millió forint értékben sikerült támogatást megítélni a bíráló bizottságnak. Természetesen ugye a bírálati folyamaton végig kell menni minden egyesben nyújtott pályázatnak. Ez áll egy formai és egy tartalmi bírálatból. Formai bírálat értelem szerint a benyújtott adatlapoknak a számszaki és egyéb más helyességének az ellenőrzését jelenti. És van egy tartalmi bírálat, amikor is szakmai szempontok alapján meg kell ítélni, hogy az adott pályázó azt a pályázati anyagot milyen részletességgel dolgozta ki, milyen tematikában illeszkedik-e egyáltalán a pályázati kiírásban megfogalmazottakhoz, és ezen szakmai bírálatot követően a bíráló bizottság meghozza döntését, ami gyakorlatilag proforma háromféle lehet, vagy amennyiben nem illeszkedik a pályázati kiírás keretei közé, akkor egy sajnálatos elutasítás lesz az eredménye, illetve támogatási döntést hozhat, amikor teljes összegben támogatja a pályázatot, vagy csökkentett összegben támogatja a pályázatot. A szakemberek arra számítanak, hogy az elkövetkezendő hónapokban még legalább 50-70 pályázatot kapnak az ország településein található temetőket üzemeltető önkormányzatoktól, egyházaktól. Jelenleg a már megítélt összegekről szóló támogatási szerződésekkel kapcsolatos teendőket végzik, ám hamarosan megkezdődnek a konkrét felújítási munkálatok is. Jó hír az is, hogy a pályázat folytatódik. A 6 történeti intézet és múzeum már meghirdette a második ütemet, amelyben első világháborús művészeti alkotások, kripták, valamint panteonok állagmegőrző karbantartására és felújítására van lehetőség. A pályázat részletei az intézmény weboldala mellett a honvédelem.hu hírportálon is megtalálhatók. Megköszönni szeretném a magyar társadalomnak azt az érdeklődést, azt a szolidaritást és azt a sok segítséget, amit kapunk, mert megerősít bennünket. Tehát ennek a munkának akkor van értelme,
hogyha úgy érezzük, hogy a társadalomnak szüksége van rá, és úgy érezzük, hogy nem csak a társadalomnak, mint egésznek, hanem az egyes tagjainak is segítünk, és nincs olyan nagyobb öröm, mikor sikerül valakinek a sírját megtalálni, családot értesíteni, vagy egy sírt rendbe tenni, és szinte együtt megsíratni az elhunyt adott a hozzátartozókkal. Két hét múlva válogatás műsorral jelentkezünk, de akkor is várjuk Önöket. Tartsanak velünk, viszontlátásra! A műsorvezetőt a Diva Fashion öltöztette.